Sziasztok, itt vagyunk a Stickball Bajnokság következő fordulójában, és itt vanunk Fanni és Marci. És ha minden igaz, akkor ez most az alsó ág, ugye a vigaszág. Nézzük meg először, mert bármit beszélgettünk, hogy hogyan jutottak ideig a játékosaink. Na, ez az, és majdnem Fanni rákokkal haladt tova, rák lett testvére. Na, kérdez szépen, ez az? Hát, ki tudná legütni? És? Kapok. Kapok, sajnálom. De ha most nyernél egy pontot, annyira visszahoznád, hogy ennél jobban kiegyenlíteni nem lehetne. Mert ugye akkor a... Akkor lenne az abszolút. Most mi történt? Belementél lábába. De nem már Már bocsánat. Hogy emlékeztek vissza azóta, vannak álmatlan éjszakák, vagy nem tudom, hogy érintett meg titeket ez a dolog? Én emlékszem, hogy majdnem nyertem, nem sokon múlt egyébként, akármennyire is nehéz elhinni Marci a győzelmem, meg viccele. Daniel Figeri azonnal legyőzött. És neked? Én taktikusan úgy döntöttem, hogy inkább megpróbálok a vesztesek között érvényesülni. Úgyhogy mondtad, hogy direkt kaptam ki. Hogy nyerni a GT-t, persze. Egyébként ez működik, mert az alsó ágat, aki meg fogja nyerni, az be fog kerülni majd a végső döntőbe, tehát abszolút van még esély, és ez létező dolog. Úgyhogy akkor én oda is adom nektek a joystickot, és akkor kérlek szépen, akkor te nyomj egy X-et, kérlek, és akkor már is meg fogsz jelenni, így van, és akkor választhatok karaktert. Én nem emlékszem, bevallom, hogy kivel volt a múltkor. Van Mónika, mert én szerintem... Van Mónika, ott van. Mivel nem nyertem a múltkor, ezért én jogos feltételezés. Az ördög maga? Legyen ez. Legyen. Ördöggel nem szeretnék. Jó, akkor legyen a csontváz uraság, és... Az úri emberekből megvan a Colin Farrell karaktere. Ő volt a coach, az edző. Igen. A coach. Jó, rendben. Kard ki kard! Illetve a méhkassal is vigyázzik el, mert attól még bekávultok mind a ketten, ha belértek a méhekbe, és el is kezdődött a fantasztikus küzdelem. De miért nem találom el soha az embert? Hát mert gyors vagyok. Önmagadnak kell feltenni ezt nincs a kérdést, azt gondolom. Nincsen sprint, nincs esetleg, tudtok ugrálni. Jaj, 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 már is. Mi a játéknak? Hát ez nagyon durva volt. De láttátok a csont darabjait? Igen, teljesen széthullott darabokra. Úristen, na, egy nulla, de ez még semmi, mert három kidobást kell, vagy halált kell elérni ugye ahhoz, hogy folytatódjon a... De egyszer találnék már el valakit. Egyébként a méhkas, hogyha fölveszi valaki, azt is el tudja dobni. Tehát a méhkasra is el lehet menni. Csak az, mit az, hogy jön megint a busz? Jaj! De most Fanni túlélte a gázolást, úgyhogy sikerült neki. De vigyázz! Tehát ott van mellettem is még így. Egyébként néha... Miért vagyok itt? Néha nehezebb egyébként a közel van az ellenfél, szóval az eredet taktika is abszolút. Meg lehet lögdösni ugye, hogy megbeszéltük tényleg, előtte. Tényleg, jaj, de jó, hogy mondod. Így van, vigyázz, jön a busz, jön a busz! És ugye amikor bent tartjátok a jobbra azt a célzáshoz, a dobáshoz, akkor lehet így pörögni a tengelyet körül, és akkor érdemes így megpróbálni jól célozni. Nagy cicázás fog kezdődni. Hopp, és ide a busz, és megint! Megint a busz a legnagyobb fegyverem. Három pályát Opa! Kell nyerni. Elolasztál azt itt! És megint Fanninál van a labda, Fanni nélnál. Opa, és vigyázzat! És... De annyira jól el tud ugrálni még elkábulva is a Fanni. Vigyázzatok, jön a busz megint, és... De nem, a hippik elvétették a csontvázat, és most a coach ütötték el. Együtt egymást még nem sikerült kiütni. Na, Marcinak ugye egy kidobás vagy egy gázolás kell, hogy megnyerje ezt a pályát, míg Fanninak viszont kettő még sajnos, de nézzük, hogy alakulnak a dolgok, és akkor. De nem ott volt az ember! Nem, a medvedisztó ember, nem. Mi ez most nálad van, a még kas, dob, de mind a ketten, és ez egy... De most előbb ütöttem ki! Én előbb ütöttem videóbírót, de azonnal! Dró! Nem ütötték ki, csak dró. Egyszer volt. Életben nem találjuk el egymást, hogy meg én. Hopp, ott van, és ha most eltalad a fajnot, akkor kiesik ezen a pályán, de nem sikerült neki. Vigyázzatok, hogy jön a busz, vigyázzatok, megjön a busz! Majdnem eldőlt. Hát ez nem sokan múlt Fanni pedig itt most. Ez a GP harc. Na, az első kiütés végre tisztességesen. Na, akkor az első pályát azt meg is nyerted, úgyhogy folytatódik az összecsapás, tehát akkor 1-0-ra vezet ugye szedben. A rákok azok lefognak, tehát ott nehezen tudsz mozogni, itt vesznek medúzák, mert szintén le lehet dobni a másikat. Meg el lehet itt bújni, el lehet bújni, és a hullám meg elkábít. A hullám túl is. Most mit csinál a... Majd lejön idővel. De nem tudom, hogy... Hát mindegy, ő egy rákkal pörgött tudta. El akartam dobni, de azt nem lehet, akkor a rákot nem lehet. A ráka béli bóli. Na ott van, Fanninál van a labda, és most nagyon okosan kivárt, de sajnos nem sikerült eltenni. De jön a tenger! De ezt nem lehet kiszámítani, hogy honnan jön a tenger. Azt nem lehet, hogy a sípol a David Hasselhoff, akkor jön itt a van? Víz. És Pam? Azt nem tudom. Ő már kikerült a sorozatból mostanra.
Alexander Daddario átvette a helyét, remélem. Tényleg. És csak, de most végig Faninál volt a labda, hát még egy álló ellenfelet sem. De most... Nem akartam, amíg áll, addig nem akartam kiütni, amikor már ment, akkor már kiütöttem. De amúgy annyira izgulok, mint hogyha egy híres futballszimulátorra játszani. Marci, nem kell izgulnod, úgyis tenyered meg. De egyébként de rengeteg lehetőséget voltam úgy előbb visszahozni, csak nem volt szerencsém. Jön a víz, vigyázzatok, ott a víz és Marci, amikor látjátok? Vedd fel és most kidobhatod? Fanni, most kidobhatod? Most el van kábulva. Gyerünk! Hát de szaladgál! Mit képzelsz magadról, itt szaladgálsz? Hopp! Ja, és most széttöltem a földet. Ezt majd kivizeted a műsor végén, jó? Közmirongálás. Na most gyerünk, Fanni, ott van a labda, most megint állt van a labda, és most kidobhatod? Majdnem. Gyerünk, Fanni, most dob ki! Nem hiszem el, ezt nem hiszem el, hogy megint elugrott ez a vadállat. Egy igazi vagabond. Ne, jön a tájt! Jaj, ne, megszédült, Fanni! Van nálad egy medúza, Fanni, most dobni. Ki esett ki? Nem fejezem be a mondandó is. Nyertem ezt a pályát? Hát azt hiszem, igen. Ez az olajfúró torony, itt hogyha az olaj kimegy a pályára, akkor az így bele... Hát alapvetően felé pattant a labdahaló. Mert fúj a szél. Ja. Még ilyen is van. Így van. Úristen, hatalmas kövek, nem? Olaj abban pedig igen, és ott és meg lehet fedezék, az fedezéknek lehet használni, De mondom, le lehet egymást lökni, tehát ha a szélén elkezded lögdösni, Fanni, akkor le tudod lökni. Így, aha, így lögdösd, így lögd le, taszítsd le, ez az, Fanni, 1-0, kész. Wow. Na, ezt mondtam, csodálatos. Akkor ez az én taktikám. Ilyen sokkal fején fújta. Most felé fújta, igen, van, és de ez nem számít, azért vigyázz, te is, Fanni, ugye, hogyha te szorulsz a szélére, akkor hopp, na, lögd le a fenébe. Bele is ugorhatnék, vigyázz. Nem lehet leesni, csak le lehet lökni, és már 2-0. Ezt írtó szépen kihasználta, gyakorlatilag egy body check-kel kiküldött. Na, ez egy jobborgossal. És megint fél pattant a labda, de igazából ez nem is számít, megmondom őszintén, ezen a pályán érdemes a lökésre megyünk, úgy látom. Így van, hopp! De Márton azért nem csak lökésre. Na, tesok rá! Jaj! Hopp! Úgy látszik, hogy Fanni tényleg csak a lökésre megy. Jaj, és most de viszont beszédült, úgyhogy ha most eltalálja, 2-1. Egyre szorosabb a parti ezen a Armageddonba idő olajfúrók úton. Igen, ezen gyakorolták, vagy hogyan kell majd a... Abszolút. Jaj, és sírok, nézzétek. Hát még egy csontváz. Azt hinné az ember, igen, azt hinné az ember, hogy csontvázok élete könnyű, de olajfúró tornyokon nem az. Híresen nem az. Na, kérem szépen, és akkor... Jaj, úristen, ez ilyen gyors volt? Vége? Nem, 2-2. Szerintem nem először hallja ezt Márton női szájból, de tök mindegy. A lényeg az, hogy sajnos 2-2, úgyhogy... Na, az utolsó esély. Match point mind a kettő. Igen, így van, ha most megint kidobod, akkor megnyerted ezt, viszont hogyha Fanni nyer, akkor viszont még egy pálya következik. Biztos. Vigyázz, Fanni, nehogy le... Jó, szép. Most lög le! De mi is törődünk a labdával? Jaj! Palóka! Jolóka! Vigyázz! Nád van a labda, ez az. Miért került hozzám, miért nem ütötte meg? Hát szerintem a túl gyenge volt az a mandinel már a végére. Most le tudod lökni! Ott van! Ez az! A draw, nem? Nem! Hát a coach a tengerbe veszett. Hát nem úszóedző volt sajnos. Így kell visszajönni. Be lehet lökni egymást a lávába foltba. De nálam a szentelt vízes. Nem a szélén, hanem be fognak esni lávák, ott van egy. Na és abba be tudnád lökni. Hopp, ott egy láva, megint vigyázzatok, nehogy beleérjen valaki véletlenül. De ha én belelépek magamtól, akkor is vége? Így van, úgyhogy vigyázzatok, amikor a labdáért szaladtok mondjuk, akkor vigyázni kell, hogy nehogy belemenjetek magatoktól. De átadtam a labdát, mint az atom. Ott van a labda, ahova semmelyikünk sem fog menni. Hol van a labda? Én nem is látom. Ott van, látjátok? Hát bátor ki a szerencse, valaki szedjék ki ezt a labdát. Előbb birkózzunk meg azzal, hogy belemegyek. Hopp, ott van! Jaj, ne, Fanni belért a lávába! De ez hogy lehet? És akkor miért csak... Hát a kis lábujját elérte. Na, csak kiosztod ezt a labdát. Ott van. Hogy került oda megint? Kiütötte a kezedből, mert folyamatosan nyomja most a lökést a Fanni, már rájött, hogy ez a legjobb taktikája. De mellé. Bele. Jaj, ne, vigyázzatok! 2-1. Nem sokan múlt. Nem. Ez, látjátok, itt a pálya, szerintem ez nagyon izgalmasra teszi. Most vagy a pócsavak, vagy én? Hát, erre hadd ne válaszoljak. Jó, vigyázz, Fanni, mert már csillagos vagy, de jó. De meggyógyultál, és erre pont megsírült. 2-0, 3 meccslabdám van.
tartok tőle, hogy Fanninál kiesnek a szekrényből a csontvázak. Marci, ez a sokáig gondolkodtál? Már egy két kör óta láttam, hogy elsütésem, csak folyton nyertél. Jaj, itt van! Ne is! Látod? És! Megbosszulta magát a szó. Instant karma! Instant karma! De ez nagyjából 3 másodpercig tartott ez a játszma. Viszont az a baj, hogy Csonség mindig megmaradt ugye a meslabdája, most már csak 2, de még mindig megvan. Úgyhogy 2 meslabda van még mindig a coachnak. Nézzük meg, hogy mi történik, és az a baj, hogyha most még egyszer eltalálják, akkor vége van! Nem fejezem be a mondatot. Vége van! Vége van. Vége nyertél, Marci. Szép volt. Hát ez magam is meglepődtem. Azt hiszem, gratuláljak azt. Köszönöm. De fan. Előbb, én is gratulálok. Én is gratulálok. A lehetőséget. Na hát kérem szépen, akkor kialakult a továbbjutónk, és akkor neked van még esélyed arra, hogy esetleg ugye felvedd a versenyt a jókkal is, akik felkerültek a magasabb szintre. Neked pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál, és megígérem, hogy legközelebb olyan játék lesz, amit jobban szeretsz. Jaj, de jó, köszönöm, és hajrá, Marci! Köszönöm! Legközelebb ismét egy újabb páros fog összecsapni, azt majd meglátjuk még, hogy az alsó vagy a felső küzdelmei folytatódnak-e, de biztos, hogy legalább ugyanilyen izgalmas lesz. Sziasztok! Sziasztok! Hello!